Sziasztok! Mit szerettek legjobban a másikban, és mit nem? Sziasztok, és köszöntelek titeket a mai videóban, amiben itt van mellettem Boglár. Sziasztok! A mai videóban mindig, amikor kirakunk valami sztorit, bármi éneklő sztori, valahol elmegyünk együtt, bármit csinálunk, mindig rengeteg kérdést kapunk. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy most az egyszer, utálom most már a kérdezfelelek videókat, de most az egyszer... Megválaszolunk minden kérdést. Több ezer kérdést kaptunk, ebből random kiválaszthatom párat, nyilván nagyon gyakér kérdéseket, azt nem. Voltam ilyen kérdezfelelek videóban? Amikor valakinek nincs ötlete, akkor egy kérdezfelelek videót csinál. Hát akkor... De nekem volt ötletem, ezért, hogyha nem láttátok a tegnapi videót, ahol zenélünk. Ja, mert dupla? Szóval ezt nézzétek meg, hogy azt még nem láttátok. Kezdjük! Hogyan találkoztatok és hol? Erre már válaszoltunk egy előző közös videóban, de gyorsan elmondjuk. Itt volt a Will Smith Magyarországon, ahol én ott voltam az MTV-nek reporterkedtem, az amerikai MTV-nek, ahol Bogi állt a kordonon kívül, és hangosan mondta, hogy Harry, Harry, még soha nem találkoztunk előtte, egy párszor beszélgetünk Instagramon. Nagyon csúnya volt. Nagyon csúnya ismerkedés volt. Nagyon, nem is tudom, hogy jutottunk tovább onnan. De nagyon jó lesz. Az első kérdése Boginak hozzám személyesen az volt, hogy be tudom-e juttatni a Will Smith-es VIP buliba. Ennyi. Nem, illetve köszönt, jó fej volt, és utána kérdeztem meg ezt, úgyhogy... Szia, Harry! Fú. Mi az őszinte véleményetek a másikról? Ezt úgy mondjuk el, hogy pozitív. Mi a pozitív a másikban? Van, lesz biztos negatív is, de hogy kezdem én. Azt szeretem benned, Bogi, hogy mindig, még ha nem is vagy vidám, mert szomorú napodban is valahogy jó megteteted, vagy nem tudom, de mindig vidám vagy, mindig pöröksz, szóval soha nem ez nincs kedvem élni, én utálom, nem bírom az embereket, akik azok, nincs kedvem élni, miértem az életnek, szóval hogy ezt nem bírom, te pont az ellenkezője vagy, állandóan pöröksz, jaj, de szépen nézel. Állandóan pöröksz, még ha nincs sok kedved, jó kedved van, ja, és amikor a munkáról van szó, akkor meg bármennyi rossz kedved van, is teljesen beleteszed magad 100%-osan, úgyhogy most minimum ilyen gyönyörű szépeket mondj rólam is. Nekem így az utóbbi időben te vagy az egyik legfontosabb ember az életemben, mindent megbeszélek veled, tudom, hogy őszinte lehetek hozzá, tudom, hogy nem fogsz szárba szúrni. De kinevetnek. Kinevetsz, meg tudsz velem parasztani, de nagyon-nagyon szeretem, amilyen vagy. Olyan jó. Erre egy nagyon jó ember, tényleg. Hát elolvadok. Köszönöm. Tényleg. Mi a kedvenc állatunk? Kezem. Kutya. Nekem is. Wow, mesi. És ha eredetileg milyen végzettséget szerettél volna, ez amúgy nem olyan jó kérdés, mert hogy te tanulsz még, meg amúgy én is tanulok még. Én hivatalosan énekes szeretnék lenni, érdekel a pszichológia. Pszichológus leszel? Dili doki? Nem, de abban szeretnék például papír. Én pilóta akartam lenni, ez nagyon ironikus, meg rendőr nyomozó akartam lenni, de... Te. Aha, hú, durva lett volna. Van-e kínos sztorink? A megismerkedésünk elég kellemetlen. Az nagyon kínos, igen. Van egy sztori, amiről nem beszélünk. És van még egy. Mi? Lesz-e olyan, amikor Harry is fog énekelni? Az lesz. Az lesz egy kínos pillanat. Egyszer lesz, megígérem, ha megtanulok énekelni. Mert amúgy nagyon régóta ígérgeti nekem is. Mióta zenéltek együtt? A Will Smith-es tudsz után. Átjöttem. De nem rögtön utána, hanem eltelt egy hónap valamennyi. Igen, mert nyilván utazgattál. Ah, de hiányzik. Átjöttél, és akkor még nem zenéltünk először, csak beszélgettünk. De nem, amúgy az volt a fura, hogy leültünk, és 3 órát végig beszélgettünk. Ja, mintha nem először találkoznánk. Tényleg olyan volt elsőre a találkozás, mintha már 10 éve ismernénk egymást, igen, és tökre tudtunk beszélgetni, és amikor másodszor átjöttél, akkor már mondtuk, hogy na, zenéljünk már. Fú, de izgultam. Igazából rendes, nem kísértem már más, de hogy én veled, tehát ezt a, hogy kísérgetek, meg hogy így több emberrel együtt zenélek, én ezt veled kezdtem. Ez onnan indult, hogy te ide átkezdtél járni. Igen. Te elkezdtél ide átjárni. Mi volt a legforróbb dolog Bogival? Én erre tudok válaszolni, a legforróbb pillanat, nekem nagyon az első zenélés volt, amikor ültél a zongorán, és akkor valamit eljátszottunk, és ez nekem azon... Tudod, az jó volt már, mit? Nekem a legtöbb pillanat szerintem a lakókocsizás volt, mert az tényleg az volt, hogy mentünk... És 3 fiúval össze volt ez. Ez jó, az mellékes dolog, nem történt semmi, de... Na hát, ha ott nem utáltál meg, akkor sehol. Hát igen, tehát most már szerintem még ide költözhetnék. Mert ott aztán voltam mérges, jófej, idegbeteg, ott minden volt. Hiszt is. Mi lenne, ha fel kéne hagyni a zenéléssel, mit csinálnátok helyette? Te zenélsz igazából, mert én azért több mindent csinálok. Mit csinálnál? Amúgy én is tévében helyezkednék el, hogyha nem is a kamera egyik oldalán, akkor a másik oldalán. De úgy, hogy mint lenni operatőr, lenni producer? És szerkesztő. Tényleg? Aha, tök ízű, persze. Fú, én azt nem bírnám. Imádom. Én nem bírok a másik oldalán. Jó, szervezkedni, nem én is, de hogyha nem ez lenne, nem az a vonal lenne, akkor valami ilyenbe kezdeni. Hány centiméter
különbség van köztetek? Nem tudom. Hány centi vagy? 169. Jézusom, a legelső barátnőm 168 centi volt. Én meg 199. Legelső benyomás a másikról. A legesleges, hát ne a víz visszegyük, mert az negatív, nagyon. Nekem, tehát amikor... Jó, te kezdte, jó. Kezdte. Megláttam, mondom. De várj, hol? Nekem a Will Smith. Jó, most az Instagramon? Ne, amikor először, amikor megláttál bárhol először, lehet interneten, bárhol. Jó, nem személyesen. Mióta ismersz? Mióta tudod, hogy létezek? Na, jó. Amikor, jó. Mióta tudod, hogy létezek? Szerintem ez ilyen 3-4 év. Mikor kezdted a YouTube-ozást? 4 éve. 4 évvel ezelőtt volt. Follow Annával csináltál egy videót, igen. És azt hittem, hogy ti együtt vagytok. Én azért kattintottam rá. Hát elég megnéztem. Sokan akkor, köszi Anna. Megnéztem ezt a videót. Annyira nem is emlékszem rá. Aztán a következő, a Will Smith-es eseménnyel meglátom. És azt tudom, hogy visszatérek. Nekem Anna ott nagyon sokat segített. Közöm nem volt a YouTube-hoz, közöm nem volt semmihez ez a világhoz. És azért, tehát hogy nekem az, hogy én Annával elkezdtünk barátkozni, ő írt rám, hogy menjünk el egy síelésre, és nekem akkor az, hogy mi az a clickbait, meg hogy kell ilyen, és hogy kell ilyen hatásvadász címet csinálni, akkor miért kell ilyet csinálni, ezt én nem értettem. Én egyszerűen jóval lettem az Annával, elmentünk együtt síelni, elkezdett bulizgatni, meg összejárni, járt hozzánk a baráti társaságomhoz, elkezdett beletartozni a Váci baráti társaságba, és akkor tényleg annyi kérdést kaptunk, hogy akkor nekem ez új volt, hiszen semmi köze nem volt se a YouTube-hoz, se az Instagramhoz, és ezért csináltam meg azt a videót, volt egy ilyen videó, egy kérdezfelelek videó volt Annával, hogy együtt vagyunk, ez volt a címe. De nem azért, mert, tehát hogy most már lenne oka, hogy mit tudom, olyan címet adok. De akkor nem volt oka. De mondom, nekem ezt több pontra lehet bontani, mert jó, volt, amikor először megláttalak így az Annás videóban, hát mondom, egy új YouTube-es rác. De hogy van benyomás? Első, hát én nekem az volt így az első, hogy mondom, te biztos ismertebb leszel. Tehát, hogy azért akkor még nem voltál olyan nagyon ismert. És én akkor meg jó voltam, hogy ez a srác. Most sem vagyok, Justin Bieber hát, az ismert, de kösz. Jó, de hogy érted, hogy egy YouTube-ozás terén be fogsz futni, éreztem. Aztán jött az, hogy bekövetted Rékát is, meg engem Instagramon. Amikor megláttak titeket, hogy itt énekelsz, meg gitár, igen. Vagy ő gitározik. Hát én akkor bezsongtam, ott voltam Balmazújvárosban. Ja, ki ez a izé? Ja, vagy valami valami azt teszi, örültem, akkor bekövettem. Egy nagy YouTuber! Dehogy nagy. Így voltam, mondom, az kemény. Csak na magas. És aztán jött a Will Smith esemény. Megláttam Harryt, mondom, de magas ez a gyerek. Annyira jó képű. Hát ez nem, de hogy mennyire magas. A legelső benyomásom rólad az a én ott láttalak, amikor gitározol. Nem, gitározik a Réka, te meg énekled a Csonka verset. Na, az nagyon tetszett. Nem sokan tudnak, vannak nagyon jó előadók az országban, de nagyon kevesen tudnak tényleg nagyon jól énekelni. És mondom, azt arat, mondom, ez nagyon jó. Sziasztok, mit szerettek legjobban a másikban, és mit nem? Szeretem. Én előbb elmondtam. A legelején nem mondtam ezt. Mindig boldog vagy, mindig mit vidám nem vagy. Szeretünk? Hó. Én tudom, rendetlen vagy amúgy, te rendetlen. Te is rendetlen vagy. De én fiú vagyok, nekem szabad. Te nő vagy. Nem, amúgy nem. De mi a te rendetlen vagy. Amikor itt vagytok olyan, amikor itt, jó, a Réka is rendetlen, amikor itt vagytok, itt alszatok. Ő vasalja a cuccaidat, én mosogatok, tehát nem mondhatod, hogy rendetlenek vagyunk. De a saját cuccaidat össze-vissza van dobálva. Ne! De jó! Mint egy csatatér, hát nem tudok megmozdulni itt a zene, itt a stúdió szavával, vagy hogy hívjuk. Hát de tényleg, mi a legrosszabb? Hát, karrierista vagy. Ez én... rossz. Nem, ez jó, viszont vannak az életnek olyan területei, amikor nem csak erre kéne hajtani. De elfogadlak, mert... Mi inspirál titeket? Itt Magyarországon mit lehet elérni? Nyilván szeretnék minél nagyobb helyeken, minél több közönséget bevonzani. Nagyon szeretnék egyszer a Budapest Parkban fellépni önálló koncerttel. Új, egy arénát. Fú. Arénát én is, de hogyha már a Budapest Parkig eljutok, már akkor boldog vagyok. Ez sima, ez két év. Engem is ez, hogy így avúr is, amikor annyival másabb... Itthon tanulgatni, meg fejlődni, de az egy dolog, az is jó. Ugye már jó, hogy meg tudom osztani veletek, Instagramon például, imádom megosztani veletek, szeretem a visszajelzéseket, de élőben emberek előtt az a... És minél több ember előtt az olyan, amikor így, mint a kilépni magadba egy kis darabot, és így oda mennek. Tényleg. Kicsit marvid, de hogy ilyen adsz magadból egy részt. Dalolnátok nekem valami zenét, ami erőt ad, intenzív osztályon fekszem, nem koronavírus miatt. Oh.
terveztek idén turnét, fellépést. Tervezünk, csak nem tudunk. Hát kérdés, sajnos a koronavírus. Igen. De szeretnénk, nagyon király lenne, főleg, hogy most már ki vagyunk bűvülve egy izákkal, igen. Csak ketten nagyon jó lenne. Nagyon. Volt egy csomó tervünk, de... Hát minden elúszott. Igen, úgyhogy egyelőre most nem tudjuk. Mi gyakorlunk, mi fejlődünk, mi írjuk a számainkat, igen. Ami még nincs, nem sokkal jön ki az első saját számunk. Ez még titok. De élőben, hogy fellépjünk, meg hogy menjünk körbe az országba, sajnos most az összes törvény megtiltja körülbelül, úgyhogy ez, meg mi is vigyázni akarunk rátok, meg egymásra. Úgyhogy ahogy van lehetőség, húzunk bárhova. Tényleg megyünk, mert nagyon várom, nagyon rossz ez a bezártság itthon. Melyik az a zene, amit a legszívesebben játszotok el? Az utóbbi időben a Fly Me To The Moon, én ezt szerettem nagyon. Annyira irigyelek meg azokat, akik tudnak énekelni. Így beszélsz, fel se kell készíted, levegőt se össze, mondd el megint. Fly Me To The Moon, Happy on Star. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is. Ha bármi kérdés még felmerült, ezt írjátok meg kommentbe, Stefinek jobbulást kívánunk, és hamarosan találkozunk a következő videóban. Sziasztok!